Lássuk, milyen lehetőségeink vannak arra, hogy még gyorsabban növekedjen csodasövényünk. Az egyik ilyen eszköz a Sövitex fólia használata. A Sövitex fólia szálas szerkezetű szövet. Erre azért van szükség, mert a szövet szerkezetéből adódóan a nedvességet képes átereszteni, ugyanakkor mégis megtartja a talaj nedvesség tartalmát. Mint tudjuk, a csodasövénynek rendkívül fontos a megfelelő vízmennyiség a talajban, különösen eleinte. A kifeszített fóliát a sövény sor mellé kell tenni, és keresztirányú vágásokat kell tenni valamilyen szikével, vagy valamilyen éles eszközzel a fólián. Erre azért van szükség, hogy könnyedén át tudjuk majd húzni ezt a növényen. Mielőtt a Sövitex fólia helyére kerülne a növény alá, azelőtt okvetlenül telepítenünk kell a sövi-akva csepegtető rendszert. Mint látjuk a csomagban, a sövi-akva csövön kívül három elem is található, ennek a három elemnek nagyon fontos szerepe van. Az egyik elem, ami csatlakozik a csepegtető cső rendszerhez, az egy olyan elem, ami majd segít abban, hogy a hálózati vízhez, vagy bármilyen egyéb vízrendszerhez tudjuk csatlakoztatni, illetve azon kívül még két elem található a csomagban. Az egyiknek az a feladata, hogy amennyiben hosszabb szakaszokon szeretnénk a csepegtetést megoldani, akkor a sövi-akva 10 méteres egységeit ezzel tudjuk csatlakoztatni, egymáshoz kapcsolni, illetve ha a végére értünk, akkor nyilván egy végzár dugó kell, ami lezárja az egésznek a végét, ez is található a csomagban. Miután ezt megtettük, ezután kerül a fólia a helyére. Nagyon ügyeljünk arra, hogy pontosan a növényeken keresztül húzva tegyük le a talajra a fóliát. Miután a Sövitex fólia a helyére került, mindenképpen rögzítenünk kell, hiszen egy szeles időjárás esetén a szél nagyon könnyen bele tudna kapni és letépni a helyéről. Ezért szükséges valamivel kifeszíteni, valamivel feszesen tartani, hogy ez ne következhessen be. Itt pillanatnyilag azt látjuk, hogy mindezt földdel tesszük meg, de természetesen ezerféle lehetőség van, akár kavics, folyami kavics, vagy akár múl segítségével is megtehetjük, vagy akár úgy is, hogy a Sövitex fólia szélét lehajtjuk a földbe, és oda lefeszítjük.